Sziasztok, Szandra vagyok, és nagyon örülök, hogy ismét itt vagytok, ugyanis a mai videó nagyon izgi lesz, mégpedig azért, mert nosztalgiázni fogunk. Ugye néhány nappal ezelőtt végig söpört a közösségi oldalakon ez a 10 years challenge, amikor is mindenki 10 évvel ezelőtti fotókat osztott meg magáról, és én imádtam nézegetni ezeket. Annyira érdekes volt látni, hogy ki mennyit változott, vagy éppen nem változott 10 év alatt. És én is akartam egy ilyen posztot készíteni, viszont amikor elkezdtem keresgélni a képeink között, akkor igazából annyi jópofa képet találtam, meg annyi emlék jött elő bennem, hogy nem tudtam, hogy melyik képet tegyem ki, úgyhogy arra gondoltam, hogy inkább csinálok erről egy videót. Egy picit csalni fogok, mert hogy én most nem csak és kizárólag 10 évvel ezelőtti képeket fogok most mutatni, hanem olyanokat, amik körülbelül 2006 és 2009 között készültek, tehát nagyjából 10-13 évvel ezelőtt. De még mielőtt elkezdenénk nosztalgiázni, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük a képeket. Én a telefonomon fogom nézni a képeket, de természetesen nektek beteszem majd ide a képernyőre valahova. És akkor kezdjük elsőként egy nagyon kis konszolidált képpel, ez egy 12 éves kép. Itt egy headset van rajtam, mert hogy ez a fénykép a legelső úgymond komolyabb munkahelyemen készült. Ezt a komolyabbat igazából úgy értem, hogy ezt elég sokáig, tehát évekig csináltam. Még a főiskola alatt kezdtem el részmunkaidőben dolgozni egy pénzintézetnek a call centerében. Jó volt egyrészt maga a munka is, tehát voltak sikerélmények, meg szerettem igazából csinálni, de főként a társaság miatt imádtam azt a munkát. Nagyon jó fejembereket ismertem ott meg, és vannak olyanok, akik még ma is fontos részét képezik az életemnek, és nagyon fontosak számomra. Úgyhogy ez egy eléggé meghatározó munkahely és korszak volt az életemben. A következő kép az még az előző albérletünkben készült. Ez volt az az albérlet, ahova közösen költöztünk be a férjemmel, aki ugye akkor még nem volt a férjem. Ezt a cuki kis tortát egy Facebookos nyereményjátékon nyertem, hogyha jól emlékszem, és hát ami még így ezen a képen feltűnik nekem, az az, hogy mennyire imádtam akkoriban a kiegészítőket, tehát van rajtam óra, karkötő, nyaklánc, fülbevaló, és tényleg úgy nagyjából 10-12 évvel ezelőtt rengeteg kiegészítőt hordtam. Főként a karkötőket szerettem, nagyon lesznek majd olyan képek is, amin ilyen vastagabb, ilyen merev, fa vagy műanyag karkötők vannak rajtam, na abból volt vagy 20 darab, és imádtam őket. A következő képen már nem vagyok egyedül, hát nem tudom, kitaláljátok-e, hogy ki ül mellettem. Igen, ő a férjem, és ez igazából az első közös képeink egyike, vagyis ez egy nagyjából 14 éves kép, nagyon durva, mert hogy most márciusban leszünk 14 éve együtt. Ez a kép abban a klubban, vagy szórakozó helyen készült, ahol megismerkedtünk. Ott dolgozott a férjem nagyon sokáig, és én is rengeteget jártam oda bulizni, amikor már együtt voltunk. Nem azért jártam oda bulizni, hogy csekkoljam, hogy ő mit csinál. Nekem igazából ez nem nagyon okozott soha problémát, hogy ő DJ-ként dolgozik. Persze az elején egy picit fura volt, hogy ugye sokan oda mennek hozzá számot kérni, és sokszor ugye lányok mennek oda, akik nagyon kedvesek vele, meg mosolyognak rá, meg ő is visszamosolyog rájuk. De igazából nagyon hamar megértettem, hogy ez az ő munkájának a része, és ebben nem kell semmit belelátni. Én soha nem voltam igazából féltékeny típus, úgyhogy mondom, nekem ez nem jelentett gondot, hogy megy az éjszakába bulikba zenélni. Egyébként nem is voltam ott vele minden egyes buliban, mert amikor megismerkedtünk, akkor heti kettő, de volt, hogy heti három alkalommal ment éjjel zenélni. Én általában hetente egyszer elmentem. És hát itt is látható, hogy nagyon szerettem a karkötőket, mert itt éppen egy gyöngysort tekertem a kezemre. Pózolj tevével című képünket láthatják. Azért elég merész vagyok, hogy betettem ide egy bikinis képet, de azt gondolom, hogy egészen jó testem volt, tulajdonképpen most kiegyeznék egy ilyennel. 2007 első hó 26-án készült, mégpedig Egyiptomban. Hát ez egy nagyon izgalmas kis utazás volt, ugyanis ezt a férjem nyerte egy nyereményjátékon, volt egy ilyen neckermanos buli, és ott nyert egy utazást Egyiptomba, és amikor felhívott, hogy nyert egy utazást,
akkor én először azt hittem, hogy poénkodik, és amikor kiderült, hogy hát akkor megyünk Egyiptomba, akkor nagyon-nagyon izgatott voltam, mert hogy korábban egyrészt soha nem ültem még repülőn, másrészt pedig soha nem voltam még csak távolabbi tengerparti országban sem. Amúgy az a durva, hogy egy évig volt érvényes az az utalvány, vagy az a voucher, amit nyert a férjem, és nekünk a lejárat előtt pár héttel sikerült beváltani, de nagyon-nagyon emlékezetes utazás volt, és tényleg imádtam minden pillanatát. Amúgy azért is vicces ez a bikinis kép, mert hogy januárban Egyiptomban kvázi tél van, tehát az ottaniak hosszú nadrágban járnak, meg pulóverben, szóval itt teljesen be vannak olyankor öltözve. Mi meg hát ott fürödtünk, meg bikiniben sütkéreztünk, meg ilyenek. Szóval ez egy nagyon kedves emlék számomra, már csak azért is, mert ez volt az első közös nyaralásunk a férjemmel, és tényleg nagyon jól sikerült. Ez a kép... Jézus Istenem, mindig, amikor meglátom ezt a képet, így azon gondolkodom, hogy te jó Isten, mit csináltak itt a hajammal, meg úgy összességében velem. Ennek a képnek az a sztória, hogy voltam egy buliban, ahol megtalált valami hostess, vagy nem is tudom kicsoda, hogy ők egy ilyen divatbemutató szerűségre keresnek lányokat, és hogy nagyon szimpatikus vagyok nekik, és hogy van-e kedvem ezen részt venni, megcsinálják a hajamat, megkapok sminket, meg ruhát, és akkor ott fel kell majd vonulnom egy bevásárlóközpontban a színpadon. Én meg teljesen ledöbbentem, hogy én, úristen, hát én nem is vagyok modellalkat, meg semmi ilyesmi, de nagyon megörültem neki, és belementem a dologba, úgyhogy elmentem fodrászhoz, ahol konkrétan narancssárga csíkokat festettek a hajamba. Nem tudom, hogy ez hogyan történhetett, meg hogy én ebben hogyan egyeztem bele. És itt lehet is látni egyébként a képen, ott elől virít egy narancssárga csík, de több is volt egyébként a hajamban, nem csak egy, biztos, ami biztos. És aztán aznap, amikor volt a divat bemutató, akkor csináltak nekünk sminket, illetve a New Yorkerből öltöztettek fel minket, és fel kellett vonulnunk ott a színpadon, és azt hiszem volt is valami verseny, tehát ott közülünk egy valaki nyert valamit, hát nem én nyertem, ami szerintem így elnézve a képet abszolút érthető. És amúgy az a durva, hogy amikor pár napja előkerestem és jobban megnéztem a képet, megláttam, hogy rajta van az egyik sminkmárkának a marketing menedzsere, akit akkor még nem ismertem, és annyira durva, hogy néhány év múlva ezzel a bizonyos személlyel kapcsolatba kerültem a blog által, és ebben egy annyira durva volt belegondolni, hogy ott van valaki a képen, akiről akkor még nem is tudtam, hogy ki az, és most meg így évek múltán kapcsolatban vagyok vele és ismerem. Na mindegy, de hát ez a haj, meg ez a szett így együtt, meg külön-külön is hagyjuk, megyünk is tovább. Ezt a képet, ezt imádom magamról, ezt most így megmondom nektek őszintén. Ez nagyon-nagyon sokáig volt a profilképem. Itt egyébként sötét barnára volt festve a hajam, mert hogy nagyon sokáig sötét barnára festettem a hajamat. Valamiért akkoriban picit így szerettem volna ezáltal idősebbnek látszani. Ez a kép is azon a szórakozó helyen készült, ahol megismerkedtünk a férjemmel, és ahol ő ugye dolgozott nagyon sokáig. Egészen konkrétan a női WC előtt készült ez a kép, mert hogy ott volt egy kis asztalka, meg két kis fotel, és ott minden egyes buliban ült egy WC-s néni, aki egy írtó cuki nénike volt, Vali néninek hívták, és komolyan mondom, hogy imádtam vele beszélgetni, egy picit olyan volt, mintha a pótnagymamám lenne, nagyon sokszor így buli közben lementem hozzá, volt, hogy ott ragadtam egy fél órára, mert annyira elkezdtünk beszélgetni valamiről. Úristen, annyira durva, hogy ránézek a képre, és mennyi minden eszembe jut, és mennyi emlék előjön, hát ez a Vali nénis dolog is egy ilyen. Na de lényeg, hogy tényleg nagyon-nagyon szerettem ezt a képet magamról, láthatjátok itt is hatalmas nyaklánc, ja és az óra. Igen, mert hogy abban az időben az volt a mániám, hogy a Wateráról meg a Teszveszről rendelgettem magamnak ilyen strasszköves órákat. Volt, aminek nagyobb számlapja volt, volt, ami picit konszolidáltabb volt, mint ez is, de volt vagy 5-6 ilyen órám, hát ezek általában nem voltak túl drágák,
és ezeket hordtam felváltva, és egyszerűen imádtam őket. Igen, jól látjátok, ezen a képen fuflum van, amit ráadásul én vágtam magamnak. Fogalmam sincs, hogy hogy vettem ezt a bátorságot, de hát végül is nem lett egyébként olyan rossz, bár ha jobban megnézem, nem sikerült egyenesre vágnom, és ha jól emlékszem, így döntöttem el, hogy soha többet nem lesz fufrum, utáltam, hogy gyakorlatilag egy hónap után már semmit nem lehet vele csinálni, mert ahhoz túl hosszú volt, hogy kiengedve hagyjam, de ahhoz meg rövid, hogy a coffomba érjen, és akkor mindenféle hullámcsatokkal, meg hajpántokkal próbáltam hátrafogni, szóval azt hiszem, soha többet fufrum. Ezt a képet igazából azért tettem be, hogy lássátok, hogy volt egy ilyen éneklős korszakom, ezt szerintem néhányan már tudjátok, akik régebb óta nézitek a videóimat. Igazából úgy kezdődött, hogy ugye én általában heti egyszer mentem bulizni oda, ahol a férjem zenélt, és ugye sokszor felmentem oda a DJ pultba a férjem mellé, és akkor ott énekelgettem, meg buliztam, és egyszer a férjem a kezembe nyomta a mikrofont, hogy énekeljél ebbe. Én meg így... de hát mit fognak szólni itt az emberek. De aztán igazából nem nagyon kérettem magam, és hát ráénekeltem a zenére, tehát ugye ment rendesen a zene, amit a férjem játszott, én meg a mikrofonba énekeltem azt, amit éppen játszik. És hát az a helyzet, hogy eléggé nagy sikere volt a dolognak, olyannyira, hogy gyakorlatilag onnantól kezdve minden egyes alkalommal, amikor ott voltam a buliban, akkor énekeltem néhány számot így a buli közben. Tök jó érzés volt nekem, hogy tetszik az embereknek, ahogy énekelek, és hát igazából utána jött ez, hogy a férjem ugye csinál zenéket, amiben én énekeltem. Nagyon-nagyon szerettem énekelni, és picit sajnálom is, hogy ezt a dolgot nem erőltettem úgymond jobban, de hát aztán az éneklés helyét átvette a vlogolás. Nem mondom azt, hogy soha az életben nem fogok többet énekelni, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz később. Ja, és itt vannak azok a bizonyos merev műanyag karkötők, amiket már korábban mondtam, hogy nagyon-nagyon szerettem akkoriban. Ez a kép, ez a Balaton Soundon készült, akkor voltam ott először, sőt, ha jól emlékszem, talán az volt a legelső Balaton Sound, ami volt. Vagy talán a második. Most nem akarok hülyeséget mondani, de akkor még teljesen más hangulata volt egyébként az egész Balatonszánnak. Ide is kvázi a férjemet kísértem el, mert hogy zenélni ment oda, és amíg ő zenélt, addig én ott fürödtem a Balatonban, meg napoztam, szóval tök jól éreztem magam. Ezt a képet igazából azért tettem be, mert hogy volt egy időszakom, amikor nagyon szerettem a baseball sapkákat hordani, de nem napközben, hanem buliban. Volt körülbelül 4 vagy 5 baseball sapkám, és akkor ezeket hordtam így felváltva a bulikban. Amúgy nem tudom, hogy ez honnan jött nekem, de én annyira vagánynak gondoltam, és most is, hogy így ránézek erre a képre, így azt látom, hogy fú, ki ez a vagány csaj. Bár ez egy picit homályos kép, de egyébként ezt is nagyon-nagyon szerettem magamról. Itt kezdett már lenőni a fufrum, mert hogy láthatjátok, hogy már így félrefésültem oldalra. És egyébként, ahogy így nézem a képet, azon gondolkodom, hogy ezek a cicik, amik itt voltak nekem, ezek hol vannak most? Elnézést kérek, hogy erről elmélkedek itt ebben a videóban, de ránézek erre a képre, és kb. Nem tudok másra figyelni. Úgyhogy ez a képhez csak annyit fűznék hozzá, hogy kérem vissza azokat a ciciket. Még egy közös kép a férjemmel, és ráadásul itt is baseball sapka van rajtam. Ez a Black Eyed Peas koncerten készült. Úristen, imádtam a Black Eyed Peas-t. A kedvenc zenekarom volt, az összes számukat imádtam és kívülről fújtam, és amikor kiderült, hogy jönnek Magyarországra koncertezni, hát teljesen oda voltam, és mondtam a férjemnek, hogy oda el kell mennünk. És akkorátom voltam a koncertjükön, hogy azt el nem tudom mondani nektek. Ezt a képet igazából azért tettem be, mert hogy szerintem itt volt talán a leghosszabb a hajam életemben, és itt is sötét barnára volt festve, illetve szeretnék még néhány szót ejteni a sminkemről, mert hogy konkrétan ebben a sminkben léteztem szerintem évekig. Ez a fekete szemceruza, ami el van satírozva, ilyen smokey eye-szerűség, de igazából akkoriban még nagyon fogalmam sem volt ezekről, mert hogy ez még a blogolás előtti időszak volt. Akkoriban még nem igazán ástam bele magam a sminkek világába, hanem mindig ugyanazokat a termékeket használtam, és ugyanazt az egy sminket készítettem el éveken át, szinte minden egyes nap.
és hát az ez a smink volt, amit itt láthattok. Amúgy néhány hónapja csináltam arról egy videót, hogy hogyan sminkeltem a gimiben, úgyhogy aki esetleg még nem látta, az mindenféleképpen nézze meg, mert szerintem nagyon vicces videó. Ez a kép, ez 2008-ban készült a diplomaosztómon. Én a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán végeztem, amit egyébként ma már Budapesti Metropolitan Egyetemnek hívnak, és én ott két szakot végeztem el, a kommunikáció szakot, illetve az üzleti kommunikáció szakot. Nagyon szerettem oda járni, mert ott is nagyon szuper embereket ismertem meg, illetve tök jó gyakorlati oktatás volt ott, tényleg egy csomó ilyen kis csoportos gyakorlati óra volt. És akkor még nem tudtam, hogy később ugyanez az intézmény lesz a munkahelyem is, mert hogy nagyjából egy vagy két évvel azután, hogy végeztem, jelentkeztem oda egy állásra, és fel is vettek, úgyhogy évekig ott dolgoztam, a felvételi információs irodának voltam a vezetője, és hát igazából onnan jöttem el babázni. Úgyis a férjem meg fog ölni, hogy betettem ezt a képet ebbe a videóba, de egyszerűen muszáj volt, mert ennek a csipkeingnek, amit a férjemen van, története van. Ezt az inget igazából úgy ajánlotta neki valaki, hogy vegye meg, mert hogy ez milyen vagányú fog majd mutatni rajta a DJ pultban, és hát a férjemnek nagyon tetszett ez az ötlet. Nem tudom, hogy hány alkalommal volt rajta ez az ing, de szerintem nem túl sokszor. Aztán valahogy így elkallódott a szekrényben, amit én annyira nem bántam. És egyszer, amikor szelektáltam, akkor előkerült ez az ing, megnéztem, hogy mekkora a mérete, jó, mondom, ez biztos, hogy nem jó már a férjemre, tehát igazából esélye sincs, hogy ezt hordja, úgyhogy hát elbúcsúztam tőle, anélkül, hogy megkérdeztem volna erről a férjemet. És igazából csak hónapokkal később mondtam el neki, hogy emlékszel arra a fekete csipkeingre? Na, az már nincsen meg. De egyébként imádom ezt a képet magunkról, mert szerintem nagyon cukik vagyunk rajta. És még egy közös kép a férjemmel, ez is egy party fotó. Ez a Rióban készült, valamelyik DJ-nek volt a születésnapi bulija, hogyha jól emlékszem. És ezt a képet igazából azért tettem be, mert hogy nagyon sokszor mondtam már nektek, hogy én sálmániás vagyok, imádom a sálakat, kendőket, és ez már nagyon régi dolog nálam. Nagyon sokszor bulizni is úgy mentem, hogy mondjuk volt rajtam egy ilyen pánt nélküli top, mint ahogy a képen is, és a nyakamra tekertem egy kendőt, hogy ezért ne legyen annyira csupaszít a mellkasom, és egyébként imádtam ezt a fekete tyúklab mintás kendőt. Ezen a képen is sötét barnára van festve a hajam, és az a durva, hogy most már annyira nem tudom elképzelni, hogy sötét barnára fessem a hajam, most már sokkal inkább mindig világosítani szeretném, akkoriban meg egyszerűen imádtam, hogy sötét barna színű a hajam. És a végére hagytam azt a képet, ami a lánybúcsumon készült, és ez egy icipici csalás, mert hogy ez csak egy 9 éves kép, de muszáj volt beletennem ebbe a videóba, mert egyszerűen imádtam a lánybúcsumat. Annyira jó fejek voltak a csajok, mert tényleg nagyon emlékezetes bulit szerveztek nekem. Az egész azzal kezdődött, hogy három pasas elrabolt engem autóval, zacskót húztak a fejemre, és úgy szállítottak oda a lánybúcsúnak a helyszínére. Tök jó feladatokat találtak ki, meg mindenféle cuki ajándékot vettek nekem. Nem volt csipendél fiú, amit ezúttal is nagyon köszönök nekik, mert úgy voltam vele, hogyha csipendél fiú lesz a lánybúcsumon, akkor én sikítva elrohanok. Tényleg annyira jó lánybúcsút szerveztek nekem a csajok, hogy na, Istenem, ránézek erre a képre, és annyi minden eszembe jut, hogy mi volt ott. A lényeg, hogy nagyon-nagyon jó kis este volt, és hatalmasat bulisztunk. Na, hát azt hiszem, hogy ennyi lett volna ez a mai videó, szerintem így is baromi hosszú lesz, de remélem, hogy tetszett nektek ez a kis nosztalgiázás, meg sztorizgatás. Az igazság, hogy én baromira élveztem, és tök jó volt végignézni ezeket a képeket, meg mesélni nektek arról, hogy hát milyen is voltam 10-13 évvel ezelőtt. Ha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve ha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy szerintetek én mennyit változtam a 10-13 évvel ezelőtti kinézetemhez képest, illetve nagyon érdekelne, hogy ti mennyit változtatok, vagy éppen nem változtatok a 10 évvel ezelőtti életekhez képest. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!